A Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park első avatási ütemében kedden 4 labort adtak át az Óbudai Egyetem Science Parkjának épületeiben, melyek elsősorban az ipari szereplőkkel közösen megfogalmazott kutatásfejlesztési területeket támogatják, de a fennmaradó szabad kapacitás mentén az oktatás minőségének további fejlesztését is szolgálják. A 2014-ben megalapított székesfehérvári kar élen jár a duális képzésben, ami az ipari partnereknek jelentős részben köszönhető, ezzel a beruházással pedig a gyakorlatorientáltságot szeretnék még magasabb szintre emelni. Ez azt jelenti, hogy a beruházás helyszínén felépülő csarnokoknak a sokasága megadja a gyárterületet, a makerspace-t, az alkotóműhelyt, ugyanakkor viszont a belehet költözendő tudás jelentős része az gyakorlatilag az egyetem padjaiból kijövő fiatal mérnököknek az eredményterméke kellene, hogy legyen, és kell, hogy majd legyen. Fehérvár polgármestere az ünnepélyes átadáson hangsúlyozta, az ipar rohamos változáson megy keresztül, ezért a szakmunkást, de a mérnököt is erre a világra kell felkészíteni, ez pedig nem megy együttműködés nélkül. Cserpalkovics András hozzátette, az egyetem, a vállalati szféra, az állami támogatás és a helyi önkormányzat által biztosítható környezet közös együttműködéséről szól a mostani fejlesztés is. Fehérvár vonatkozásában most laborokat adunk át, de szeretném egyértelműen újra megerősíteni, hogy ahogy a jogi keretek kiegyenesednek és egyértelművé válnak, az önkormányzat az egyetem számára azt a területet is biztosítani fogja, természetesen térítésmentesen, ami szükséges ahhoz, hogy a Science Park azon része is megvalósulhasson, amiknél építkezésre, beruházásra nem csak eszközoldalon, hanem épület és ingatlanfejlesztés tekintetében is szükség lesz. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság ütőképes legyen, az egyetemeknek a gazdaság szerves részének kell lenniük, az intézményekben megvalósuló fejlesztések pedig piaci alapon kell, hogy hasznosuljanak. Ezt már Varga Mihály pénzügyminiszter mondta a fehérvári kampuszon. Együttműködés, önállóság, a szó minden értelmében, helyi döntések, helyi megoldások és hosszú távú tervezés. Az intenzív növekedésnek ezek azok a kulcs alapjai, amelyeket az elmúlt években megkívántunk honosítani. A fejlesztések első ütemeként az Egyetem Napja eseménysorozat részeként adják át az első laborokat a napokban. A fehérvári Science Parkban most átadott Ipar 4.0, VR, drón és robotika laborok hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatókat a legmodernebb technológiák segítségével képezzék és versenyképes tudást kaphassanak.